Vobodó. Amíg reklamáltak, átlépte a félpályát az Újpest. Vobodó megcsinálja a biciklit. Ez szép! Costa lövi el, és óriásit védett Danilovics. Jó hely. Ezt nem ette meg az asszisztens, de aztán Obinna visszaszerzi a labdát. Laposan adja középre, nagy helyzet maradt ki. Paujevic már nem találta el a labdát. És jön középen Simon. Simon még egyel tovább, Vobodó utolérik. De Vobodó megtartja még. Vobodó át a túloldalra, Fecesi jön, és fejer egy gólt. 2-1. Készíti le Zsótér. Jön Onovo középen. Több opciója is van. Vobodót választja végül. Vobodó el tudja passzolni. Fecesin gól. 3-1. Ezzel pedig alig az MTK hagyta ki. Vobodó szépen viszi tovább. Ez is jó passz. Rácz. És balogról megy ki. Végül szöglet lehet. Pedig csupán 16-ot, tehát kétszer annyi akció ment a bal oldalon az újpestieknél. Most Kászráti nyilvánvalóan emiatt is kaphatta meg a bizonyítási lehetőséget. Vobodó pedig időközben kiarcol egy újabb sarokrugát. Nem új nevet, és akkor az még lehet egy jó passz. Ez történt most Lirim Kászráti esetében is. Vobodó előveszi a színes ceruzát megint. Jó is a beadása! Volt. Mitrovic tisztán szerelte. Obinna. Sárga lap szélpálnak. Obinna. Lerántani sem hagyja magát. Obinna még mindig. Bacsa középen. Mert hogy támad az Alaegerszeg. De most már elindul Obinna. Óriási futóverseny. Hozzáteszem, ma Simon sem nyújtja azt a játékot, amit az elmúlt hetekben. De most jól veszi észre Paujevicet. Paujevic. Perosevic elől Fiola, és akkor egy lövés. Vobodó. Óriási gól. 1-1. Obinna Vobodó nagyon eltalálja. Kai fejese nem ment be a túloldalon, és most az Újpest egy jó percig ott tartotta a labdát az ellenfél kapujánál. A vége pedig egy lövőhelyzet, nem egy kidolgozott zicser, de egy óriási bomba. Leveszi Vobodó. Kérdés az Újpestben, azok a sérült beteg játékosok, Diarmason Costa vagy éppen Mészáros, milyen állapotban vannak, mennyit bírnak, vagy bírnának. Vobodó. Vobodó teker! Gyönyörű gól! 48. perc, újra vezet az Újpest egy csodálatos lövéssel. Obinna Vobodó átveszi, és ahogy az első félidőben ugye Prossernek volt egy labda felvétele, és aztán kapura fordulása, távoli lövése, azt akkor védte a kapus. Itt most Vobodó tökéletesen csavar Danilovics kapujának bal sarkába. Lehet, hogy nem vették őt komolyan. És akkor érdemes élni, játszani, futballozni, és szeretnék jövőre is átélni. Nos, a kupa kiesés miatt a magyar kupából már út nem vezet az európai kupa porondra, a bajnokságból viszont vezethet. És vezeti a labdát most Vobodó is, sőt a második gólt szerzi az Újpest. Juhász nem tudta utolérni, és nagyon higgadt volt Obinna Vobodó a végén. 33. perc, 2-0. Talán az ősz legjobb játékát nyújtja az Újpest most. Itt a tovább csúsztatott labda, de ez fehérvári fejekről kerül oda. Az előbb Fiola, most stopira. Nagy lendülettel Harris két ember mellett viszi el, az már sok volt. Šankovics állt a útjár. Zsótér. Ennek ketten Obinna sprintelhet, és Obinna nem volt lesen. Obinna, az már zicser. Obinna gól, vezet az Újpest. 52. perc, egy gyors ellentámadás végén. Obinna megszerzi a vezetést a hazaiaknak.